Mindszenty József emlékkiállítást nyitottak a Sej János gimnáziumban. Tavaly volt 130 éve annak, hogy Csehi Mindszenten megszületett a bíboros Magyarország utolsó hercegprímása, Esztergom érseke. Ahova ment, ott mindenütt jót tett. A megnyitón fogalmazta meg ezt Kis Róbert, római katolikus kanonok plébános. Úgy véli, a bíboros különös együttérzést tanúsított akkor is, amikor a szlovákiai magyarság 20. századi sors kérdéseiről értesült. Nemzetéhez és hitéhez mindig hű volt, így a tárlat elsősorban a fiataloknak kíván útmutatást adni hitről, hűségről, hazáról és nemzetről. Azért fontos számunkra ez a kiállítás, mert egykori bencés gimnázium vagyunk, ebbe az épületben 1945-ig bencés gimnázium működött, ezért minden olyan kezdeményezés, amely a gyökereink ápolását elősegíti, tehát a zsidó-keresztény gyökereink ápolását támogatunk, és ezért volt fontos számunkra, a kiállítás ide kerüljön. Ez egy nagyon didaktikai szempontból nagyon jó felépített kiállítás, diákok, a fiatalok elolvassák, akkor megértik Mindszenty bíboros úr életútját, kiállását, és azért is volt számomra fontos ez a kiállítás, mert Mindszenty bíboros úr egyházi főméltóságként kiállt a felvidéki magyarok mellett, olyan személy volt, aki elítélte a deportálásokat, elítélte a kitelepítéseket, és sokat harcolt a felvidéki magyarokért is. A püspökök, főleg a főpásztorok, azok mindig is bármit mondanak, közszereplők, és nem is lehetne elnémítani a főpásztorokat, hiszen a püspöknek, a papnak az a dolga, hogy szóljon. Izajás proféta azt mondja, hogyha ha a püspök és a pap csöndben van akkor, amikor meg kell szólalni, akkor néma kutya, mert nem teszi a dolgát. A kiállítás Szepsiből érkezett Komáromba és városunkból Dunaszerdahelyre vándorol tovább. Alapvetően arra gondoltunk, hogy Mindszenty bíboros életének a legfontosabb csomópontjait emeljük ki, Életajtók, életkapuk címmel. Ezzel egyfajta inspirációt is szeretünk volna adni arra, hogy akik ezt a kiállítást megnézik, azok maguk nyitogassák ezeket az életajtókat, életkapukat. A tárlat a Sej János gimnáziumban bárki számára elérhető, aki szívesen megismerné Mindszenty József életpályáját.